sziasztok! Egy érdekes témát szeretnék egy kicsit most körbejárni, teljességigénye nélkül. Ez a kérdés pedig a pásztorlás kérdése, a gyülekezeti pásztorlás kérdése. Egy videó hozta az apropóját ennek a dolognak, amit néztem a YouTube-on, amiben egyik kisebb gyülekezetnek a vezetője arról beszél, hogy miért van olyan sok rossz pásztor. Ez a címe a videónak. Az én meglátásom az, hogy nagyon sokszor azt látom, hogy vannak agilis emberek, akik tudnak hatni az emberekre, elég nagy, úgymond arra a képességük, hogy emberekre hassanak, tudnak sokat beszélni, úgymond mondhatnám egy kicsit egy ilyen nagyobb szájú emberek, és sokszor azt látom, hogy ilyen agilisabb emberek, azok azt csinálják, hogy emberek fölött úgy tudnak úgymond uralmat venni, hogy olyan struktúrát építenek ki egy csoporton belül, amit egy piramisnak lehetne nevezni, és a piramis csúcsán ezek az emberek vannak, és ezek pozíciókat töltenek be, tehát vezető, lelkész, és így tovább, tanító, és így tovább. És általában van egy csoportjuk ezeknek az embereknek, akár gyülekezeti néveken is vannak, hogy például XY gyülekezet, Z gyülekezet, és sokszor ezek az emberek, akik vezetik, ezek a tagokat sokszor anyagilag is arra buzdítják, hogy a úgynevezett tizedet fizessék be nekik, és ez az adakozáson felül, tehát a tized az egy ószövetségi dolog volt, amikor egy levitai papságnak a eltartása, illetve részben a tizedből történt. Egyébként többféle tized volt, tehát ez egy ószövetségi dolog. Ez egy adófajta volt. Egy részét a szegényekre kellett költeni, egy részét magukra, tehát mindegy. A lényeg az, hogy tehát én azt gondolom, hogy az ilyen uralkodó típusú gyülekezeteknél, ahol ilyen leuralások vannak, ott egyik jele, hogy a tizedet azt megkövetelik. Hogy ezt elkéri a vezető, ki általában nem dolgozik ezen kívül semmit, hanem heti egy-két alkalmat megtart, de ő elvárja, hogy eltartsa a gyülekezet. Tehát nekem ez a videó szereplő, úgymond vezető, meg is mondta, hogy őt el kell, hogy tartsa a gyülekezet. Kettő, ezekből a gyülekezetekből, hogyha odajár az ember, akkor nem nagyon lehet elmenni, illetve ha elmegy az ember, akkor megszakítják vele általában a tagok a kapcsolatot. És úgy tekintik, hogy mint hogyha nem is mehetne más gyülekezetbe át az ilyen illető. Ez is gyakori. Illetve az, hogy a vezető egyfajta törvénykezéssel, gyakori kárhoztatással függőségbe tartja a tagokat, és nem a kegyelmet hirdetik sokszor, meg ilyesmi, hanem állandóan ilyen, mint egy edző, aki a csapatot arra buzdítja, hogy többet kell edzeni, többet kell, így a vezető mindig kívülállóként osztja, hogy mond az észt, és nem nagyon lehet kritizálni, vagy vele vitába szállni, illetve ha ez megtörténik, akkor általában ezeket a kritikusokat elküldik, vagy pedig elkezdik gyomrozni, hogy mégis mi a probléma. És tehát ilyen leuralásos rendszerek. Én úgy képzelek el egy jó pásztort, amit Krisztus is mondott, hogy egy jó pásztor az olyan szeretettel és kedvességgel és alázattal van, hogy ő tudja magáról, hogy ő csak egy szolga, és nem szedi be a pénzt, meg ilyesmi. Sőt, megmossa úgymond tanítványok lábát.
ami úgy azt jelenti, hogy a vagy többre tartja sokszor a tagokat, a gyülekezeti tagokat magánál, és nem élősködik, nem leural, nem manipulál, és nem ilyen dőfös a kis ember, tehát nem érzed úgy magad egy jó gyülekezetben, mint hogyha egy ilyen valamifajta ilyen piramis termékbemutató, vagy valami piramis játéknak a toborzó bűnésé lennél. Nem egy ilyen rózsaszilinges, nagyszájú ember osztja az észt, hanem érzed, hogy ott van az alázat, az a szeretet, az a krisztusi jellem, a Szent Szellem gyümölcsei annál a lelkésznél, aki tényleg érzékeny az emberekre. És fontos, hogy ezek a vezető lelkészek lehetőleg kipróbált, és nem olyan fiatalok legyenek nagyon, akik esetleg felfúlakodnak, hanem ezért, hogyha vének vannak, vagy a Bibliában is vének vezetik sok esetben a gyülekezeteket. És a vénemnek nagyon tekintél kell, hogy legyen, mint a fiataloknak. És szabadon kell, tehát a jópásztor az szabadon hagyja a jópát. Abban a tekintetben, hogy nem mondja azt, hogy nem mehetsz el innen a gyülekezetemből máshová, meg nem kell aláírni papírokat, ilyen tagsági papírokat, meg ilyesmi. Nem akarja magához kötődni az embereket, mert voltatlanul azt látjuk, hogy aki az embereket magához akarja kötni, az valami érdekből akarja tenni. Vagy anyagi érdekből, vagy azt képzeli magáról, hogy ő az, aki odáll az ember és az Isten közé, és majd ő közvetít. Tehát ilyen közvetítő már nincsen az új szövetségben, mert már mindenkiben benne van a Szent Szellem. És a Szent Szellem vezetem minden igazságra. Tehát azok a felállások, ezek a piramis rendszerű gyülekezeti rendszerek, ahol egy ilyen leuraló, domináns, dőfös vezető van, az biztos, hogy nem jó, és nem biblikus, mert kiskorúságot tartja az embereket. Tehát általában mindenbe beleszól az ilyen vezető, főleg, hogyha kicsi a gyülekezet, akkor általában ilyen gyengébb jellemű emberek járnak oda, és szinte mindenben kikérik a véleményét a lelkésznek, ami pedig kiskorúság, mert a Szent Szellemtől kell venni a vezetést, nem emberektől. Érdekes egyébként, hogy Pál apostol azt mondta, hogy ő annak ellenére, hogy megtehetné, hogy a nyomtatókörnek nekös bőrszáját elvalapján ne dolgozzon, de mégis, hogy ne érje vád, ő dolgozott sátorkészítőként, és nem azt csinálta, mint némely gyülekezeti vezető, hogy heti egy-két alkalmat tart meg, és hétköznap meg így saját szájza szerint el van. Vannak, akik ilyenkor wellnessekbe járnak, meg ilyen pihennek, meg ilyesmi, és akkor azt a heti egy-két alkalmat tartják meg. Ami jó dolog, hogy megtartanak alkalmat, de mondom, az egész, hát nem így kéne ennek felállnia. Tehát én jobban hiszek abban, hogy tanítványi csoportokat kell létrehozni, ahol a Szent Szellem a vezető, és vigyázni kell az olyan emberekkel, akik akarják uralni a csoportokat, akik ilyen agilis emberek, akik esetleg olyan háttérbe jöttek, hogy ilyen marketingesek voltak esetleg, vagy ilyen, mert van, aki hasonlóan képzeli el, hogy aki jó üzletkötő volt, vagy jó marketinges, vagy főnök volt egy cégben, akkor az jó gyülekezetvezető is lesz. De egy gyülekezet az nem egy cég. A gyülekezet az nem egy profitorientált vállalkozás. És ezeket nem is jó keverni, belekeverni a politikát, belekeverni az üzletet. Amelyik gyülekezetvezető belekeveri, az se jó. Illetve az se jó, hogyha nem látni a gyümölcsöket, tehát hogy ha látszik, hogy gyógyulnak meg a betegek, mennek ki esetleg a gonosz szellemek, sokan megtérnek, megkeresztelkednek, bemerítkeznek, az jó gyümölcsök. Ezek a gyümölcsök szóljanak, ne magát ajánlja ez az ember állandóan, meg magát reklámozza, meg osztja az észt sok ember, hogy hogy van, vagy hogy kell csinálni, mit kell csinálni, hanem lássuk a gyümölcsöket. Én látok egy embert, akinek az életén látszik, hogy Krisztus rajta van, Krisztus visszatükröződik, akkor az úgy is látszik. És akkor látszik, hogy mit közvetít az ember, hogy segít az embereknek, vagy
Tehát a gyümölcsök nagyon fontosak. Az nem jó gyümölcs, hogyha ilyen döjfös, esetleg ez a vezető, vagy ilyen magamutogató sztárkodik. Nagyon fontos, hogy akivel nincs meg az alázat, az nem nagyon tud így hosszú távon sikeresen krisztusi pásztor lenni, hanem akkor lehet, hogy embereket tud uralkodni, meg tud élni belőle, de nem jó a dolog. És mondom, most már azt lehet látni, hogy minden sarkon szinte van egy gyülekezet, már minden 20-30 fős gyülekezetnek meg külön pásztorai, meg külön neveken vannak, és meg nekem az a kicsit a tapasztalatom, hogy ezek sok szerint picki szekták, tehát ezekben a kis közösségben a vezetőt nem lehet megkérdőjelezni, ha valami hülyeséget tanít, akkor az nem lehet, hogy miért kérdőjelezed meg. Például a tizedről mondom, aki azt tanítja, hogy az új szövetségben is ezt be kell szedni. Pedig ezt ugye Jézus sem gyűjtötte be, se senki nem gyűjtötte be az új szövetségbe. Az már egy tévtanítás. Meg hogy keverik össze-vissza a szövetségeket, hogy egyszer az új szövetségben vagyunk, utána a vezető elkezd arról beszélni, hogy milyen törvény, tehát törvénykezési dolgokat kell betartani. Ad abszurdumon olyat is hallottam, mert hogy valamelyik gyülekezet vezető azt mondta, hogy adott napokat be kell tartani, sőt, még a körülmetélkedet is be kell tartani, vagy ráolvassák az ószövetségi kárhoztatásokat az ószövetségi gyülekezetre. Tehát tudni kell dolgokat, és igazándiból, tehát én inkább annak a híve vagyok, azt látom, hogy a Szent Szellemnek kell vezetőnek lenni, és alázatos emberek tudják közvetíteni a Szent Szellemnek a jelenlétét, és tudnak szólni. De nem sok ilyen ember van, és sokszor a magamutogató, agilis, döjfös embereket lát. Ez is igaz, nyilvánvaló. Ezért én azt kívánom, hogy akik már vezetnek, vagy valami tisztségben vannak, azok pedig ezeket fogadják meg, hogy nem kell uralkodni, nem kell a tizedet szedni, nem kell törvénykezni, nem kell károsztatni ezt a csoportot, nem kell manipulálni ezt a csoportot, hanem egyszerűen tisztán szeretni kell ezt a csoportot, szeretni kell, és azt kell tudni, hogy nem az övéke a csoport, hanem az Úré. És hogyha kaptak egy tisztséget az Úrtól, akár evangélista, akár tanító, akármi, akkor ezt alázattal be lehet tölteni, de azok nem ilyen, tehát ez, én úgy látom, hogy nem az van, hogy van egy adott szolgálati ajándék, és akkor az ember az egy akkora ajándék, hogy akármit csinál az ajándék, hanem vannak Istennek ajándékai, ami embereken keresztül működik. De az nem jó, hogy egy ember azt mondja magáról, hogy egy ajándék az egyháznak. Ez már egy dőfösség. Ő addig ajándék mindenki az egyháznak, ameddig Krisztus szeretetét tudja képviselni, mert amint dőfösködik, akkor már legfeljebb egy ember lesz, aki fölfogalkodott, úgyhogy sajnos nagyon sok gyülekezet a kegyelmet sem ismeri, nem érti, tehát állandóan károsztatásra vannak a tagok, mert keverik a szövetségeket, sok gyülekezetben meg olyan tévtanítások bejöhetnek, hogy a szélsőségek, tehát hogy akármilyen bűnbe is van valaki, nem lehet neki szólni, ez is szélsőség, vagy olyan szélsőségek, hogy különböző tévtanításokat kezdenek el követni. Ugye erre is vannak példák, ugye, amit itt említettem. Erről külön van egy sorozatom különben, hogy milyen tévtanítások vannak. Úgyhogy ez volt most bennem. Ha meghallgattátok, akkor nagyon köszönöm. És imádkozom értetek most Jézus nevében, hogy az Úr vezessen titeket olyan testvérekhez, engem is, akik beadnak a krisztusi szeretet, és akik kételve van az Úrnak, és az Úr akarata legyen meg az életedben, hogy hova járjál, milyen közösségben, kikkel tartsák kapcsolatot, találd meg azokat az embereket, akik szeretnek, és az Úr őrizzen meg a bárányből bújt farkasoktól, a hamis pásztoroktól, a önjelölt dőfös emberektől, a piramis gyülekezetektől, ahol kikényszerítik a pénzedet, ahol manipulálnak, szélencsi ki neked az Úr,
és olyan helyre vezessen olyan emberekhez, akik nem akarnak semmilyen hátsó szándékkal, vagy semmilyen tévedéssel megfertőzni. És azt kérem még, Uram, hogy emeld fel azokat az alázatos embereket, akik valóban a te szolgáid, akik pedig önjelöltek, vagy tévtanokat hirdetnek, azokat pedig a megtérés kegyelmével áld meg, hogy meg tudjanak alázni magukat, és felismerjék a hibáikat. A Nazareti Jézus Krisztus nevében. Amen.